A jövő zenéje. A Lángoló podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő zenéje podcast 18. adása. A mikrofonnál Juhász Edina ül itt velem. Sziasztok! Egyszer, és két vendégünk is van ma. Vadászi Zoltán és Hajdú Kristóf a Fototronic cég képviseletében, de sokkal egyszerűbb, ha ők mondják el, hogy ez pontosan honnan is érkeztek. Sziasztok, én Vadászi Zoltán vagyok, és igen, a Fototronic-tól érkeztünk. Mind a ketten egészségügyi mérnökök vagyunk, és hát, ha össze kellene foglalni, akkor talán azt mondanám, hogy medtech robotikával foglalkozunk a cégnél. Talán ez egy ilyen jó leírás annak, amit csinálunk, és akkor ezt specifikálhatjuk tovább, vagy persze, hát valamilyen irányba. Fogjuk is, hogyne, ugyanis ma arról szeretnénk beszélgetni, hogy megvalósul-e vajon az az Asimovi vízió, amikor kiborg gokká válunk, mert hogy több lesz bennünk az idegen anyag, mint az eredeti, de ahogy lenni szokott ilyenkor, először próbálunk egy kicsit visszafelé nézni, és nem tudom, hogy ti mondjuk mennyire vagytok így két történelmileg képben abban, hogy mi a története mondjuk a protéziseknek, vagy azoknak a dolgoknak, amik ilyen nem emberi eredetű, de mégis az emberi test. A kalózoknál a faláb, nem? Hát sőt, hát biztos még sokkal előbb is, tehát gondolom, hogy már a, jó, az ősembert azt nem tudjuk, de hogy valószínűleg ugye ilyen nagyon egyszerű, mondjuk faláb, azért az biztos évezredek óta létezik, nem? Valószínű, igen, bár a történelmi kérdésében nem vagyunk annyira otthon, illetve az még egy fontos pont, hogy mi épp protetikával nem foglalkozunk, hanem ehelyett robotikus rehabilitációval és főleg exoszkeletonokkal, ami egy jól differenciál, teljesen más irány, szóval a protézisek világában nem mozgunk annyira otthonosan, mint sem az exoszkeletonok és ortézisek világában. Szóval akkor a következő fázis lesz a múlt, nem? Hanem inkább az, hogy mi lesz már, amikor a jövőben, hogy a fami neked, András, egy nagy kedvenc témád, de nagyon sokat szoktunk ezen vitatkozni egyébként is. Így melyik a részén? A sima emberek, az emberek és a transhumán emberek. Igen, hát ez majd ez egy komoly filozófiai kérdés, biztos erről is tudunk beszélni, de hogy én hirtelen még azt is csak próbálom megérteni, hogy amit mondasz, a két dolog, az egyáltalán, sőt a három dolog, tehát a protézis, az exoszkeleton és a harmadik, aminek nem is emlékszem most a nevére se hirtelen, hogy ezek miben különböznek egymástól, tehát melyik micsoda? Azt mondtam, hogy ortézis és exoszkeleton volt, ami elhangzott, és alapvetően talán az írja le ezt a kört, hogy ezek viselhető eszközök is mintegy kiterjesztik a saját testünket, tehát konkrétan van olyan robotunk, amiben be kell szállni, és például járni lehet a segítségével. Az ugye az exoszkeleton talán, nem? Tehát ahogy a neve is mondja, a külső csontváz. Igen. Na de a másik? A protézis és az ortézis közötti különbség? Az ortézis meg arra mondhatnánk, hogy kicsi exoszkeleton, vagy limitált exoszkeleton, tehát azt is fölveszed magadra, egy ilyen eszközt egyébként hoztunk magunkkal is, és ki tudjuk próbálni, és közben leközvetítitek, hogy mi történik, amikor ez a folyamat realizálódik. Sőt, megpróbáljuk felvenni majd telefonnal, videóra is, és valahogy azt is majd valahova kitenni. Értem. Ha az egészen messzi történelmi távlatokban nem is megyünk el, de azért azt, hogy ez mikor kezdődött, tehát ez a fajta fejlesztés, ez nagyjából mennyi idős, hány évtizede kezdett el ezzel foglalkozni az orvostudomány, vagy egyáltalán orvostudomány ez, vagy a mérnöki tudomány, vagy a kettő együtt? Szerintem a kettő együtt. A szak, ahol én végeztem a Műszaki Egyetemen, eleve így épül fel, hogy a kurikulum fele az a Semmelweis általános orvostudományi karáról származik, a másik fele pedig a Műszaki Egyetemnek a villamosmérnöki és informatikai karáról, és 20-25 éve létezik ez a szak a nagyvilágban, és pont ez volt a koncepció, hogy létrehozni egy olyan interdisziplinális mérnöki szakterületet, ami hidat képez az orvosok és a mérnökök között. És ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy sem villamosmérnökök, sem orvosok nem vagyunk, de hogy egyébként mégis mind a kettő valamennyire. Szóval ez egyszerre előnyös, meg egy hátrányos helyzet is. De hát ez egyébként, ahogy az oktatásos részünkből is kiderült, hogy egyre inkább amúgy is erre felé halad a tudomány, hogy nagyon nehéz a régi megszokott szakterületeket már így külön választani, nem? Tehát, hogy pont a mérnöki résznél mondjuk a gépészmérnök az már viszonylag kevés értelmezhető elektronika nélkül a 21. században. Nekem nagyon ez az arszpolitikám, sőt, még jobban kitekintve annál is inkább, mert én képzőművészettel is foglalkozom, Kaposváron végeztem a fotoművészmester szakon, és én azt is gondolom, hogy művészet és tudomány között sincs határvonal, hanem ez egyre inkább csak egyben létezik, és mondjuk, ha konceptuális művészetet tekintem, akkor inkább a gondolatok körül forog, mint sem, hogy ilyen klasszifikációnak legyen létjogosultsága. De hát ez egy szubjektív vélemény, ez. Kiegészítik egymást, tehát mi is azt látjuk, hogy a zenében is, a zene meg a technológia egymásra talált, és hogy így tök jó új dolgok születhetnek meg, és nyilván itt is az orvostudomány
Tulajdonképpen az van, hogyha a technológia bármire rátalál, akkor egy csomó jó új dolog születhetik. Így van, és hát ugye pont megint csak az oktatásos részünkre tudok visszautalni, ahol elhangzott, hogy a fusionist az egy olyan szakma, ami most kezd el létezni, és hogy innentől pontosan ez lesz a fontos szerepe, hogy a különböző tudományterületeket hogy tudja egyesíteni, meg összefogni, hiszen rengeteg ilyen dolog van, mint például a ti munkátok is, ahol nem nagyon lehet már eldönteni, hogy ez melyik, mert hogy mind a kettő egyszerre. Na és amikor elvégezted, vagy elvégeztétek a megfelelő képzést, akkor az hogy folytatódott utána? Tehát, hogy mi volt a következő lépés ahhoz, hogy oda jussatok, ahol most vagytok? Én nagyon szerettem a szakot, és én azt gondolom, hogy engem teljesen telibe talált, mert igazából én a gimnáziumtól kezdve itt mindegyik területtel egyszerre foglalkozom, mind a mérnöki, mind az élettudományos területtel, és elég népszerű ez a szak. Én arra emlékszem, 2012-ben végeztem, hogy az államvizsga napján, miután ez sikeres teljesítésre került, szétküldtem a már bekészített önéletrajzokat, hogy akkor most 0 kilométerrel valamilyen pozíciót szeretnék betölteni, és abból rögtön 7 ajánlat lett. Tehát, hogy az így, elég jól berajzolta, hogy van létjogosultsága ennek az iránynak. Én az egyetem után a Philips Medicalnél kezdtem el dolgozni, és koraszülött intenzív osztályokon fejlesztettünk egy olyan információs rendszert, ami különböző medikai eszközöket integrált egy platformra, és azt hivatott megcsinálni, hogy ne legyen szükség papír alapú dokumentációra, hanem ez mind valós időben és elektronikus platformon történjen az az adatgyűjtés, amit ugye addig ceruzával papíron végeztek a kezelő személyzet. És azután pedig kémiai informatikai szoftverfejlesztésben dolgoztam egy rövid ideig, utána pedig elkezdtem azzal foglalkozni, amivel most is, ami magas valósághűségű medikai szimulációs rendszerek, illetve a robotikus rehabilitáció, ami mostanra kiegészül egy ilyen képvezérelt sebészet és robotikus sebészet irányjal is. Szóval nagyon röviden összefoglalva, hát körülbelül így. Igen, egészen röviden. Egyébként a Fototronik, ez egy magyar cég, vagy ez egy nemzetközi cégnek a magyar lába? Vagy ez a ti cégetek? Magyar cég, 100% magyar tulajdonban a sztoria annyi a cégnek. 2007-ben indult el, és sugárterápiával foglalkozott. A Varian Medicalnek volt az exkluzív disztribútora, de annyira jól sikerült ez a képviselet, hogy pár év után azt döntötte a Varian központ, hogy akkor csinál egy Varian HQ-t itt Magyarországon, és most közel 600 ember dolgozik a cégnél, és külön is vált, viszont az alma mater megmaradt mindenféle ilyen innovatív, meg medtech robotikai irány képviseletére, úgyhogy ez pedig így alakult. Tök jó sikertörténet egyébként, de hát ugye valószínűleg ebben azért óriási jövő van, ha jól gondoljuk. Tehát viszonylag azért ez még mindig egy gyerekcipőben járó, hogy nem, hogyha 25 éve kezdődött el egyáltalán ennek az egésznek a fejlesztése, mint ahogy felteszem, nem is nagyon volt előtte technikai eszköz. Ehhez mi kellett? Tehát ahhoz, hogy el lehessen kezdeni tényleg ilyen irányba komolyan fejleszteni, ahhoz mi kellett, hogy rendelkezésre jön informatikailag, vagy nem tudom, mikrotechnológia, vagy nanotechnológia, vagy hova kellett eljutni ahhoz a tudománynak, hogy átléphessünk már ebbe a fejlesztésbe? Szerintem mindegyik terület nagyon dinamikusan fejlődött, és ez ilyen nagyon felívelő szakaszt mutatott, és volt egy pont, amikor ez már így gyakorlatilag elkerülhetetlenné vált, és hát van olyan predikció, ami azt mondja, hogy például pont az exoszkeletonok világa az egy olyan boom előtt áll most, ami történt a mobiltelefonokkal 10x évvel ezelőtt, amikor ez fölrobbant gyakorlatilag. Tehát... Na hát akkor helyben is vagyunk tulajdonképpen, mert hogy én ugye azt gondolnám, hogy az exoskeleton az nyilván egy nagyon-nagyon jó orvosi segítség tud lenni a bénult embernek, nem? Tehát, hogy ez ezzel... így van, igen. De hát a boom akkor ez valami mást is jelent, hiszen bízunk benne, hogy azért sérült emberből nem lesz olyan sok, hogy azért kelljen boomnak lenni. Vagy ezt úgy érted, hogy a sérült emberek körében fog ezt tudni elterjedni, vagy ne, hogy Isten, ezt lehet majd használni, nem sérült embereknek is lesz jó valamire. Én ezt most elsősorban a technológiai fejlődés miatt értettem, de hogy egyébként igen, ipari felhasználás is már gyakorlatilag most is létezik, amivel mi foglalkozunk, az az egészségügyi irány, és igen, mi azt látjuk nagyon közelről, hogy egy komplett gerincfelősérült páciens, aki kerekesszéket használ, de egy exoskeleton segítségével tud járni és lépcsőzni, az hát az így elég nagy dolog. Abszolút, megélni is, látni is, kívülről is, meg belülről is, és eddig gyakorlatilag technológiai gátja volt annak, hogy ez széles platformon el tudjon terjedni. Na mi ez volt a technológiai gátja? Ez most nagyon változni látszik. Hát mind a kettő oldalon, tehát mind az orvosi élettudományi, mind a mérnöki oldalon el kellett jutni arra a szintre, mint az általunk képviselt exoskeleton esetében is, hogy prototípusból egy validált, egyébként otthon használati engedéllyel is rendelkező kész termék jöjjön
jön létre. Hát ebbe beleszaladt 20 év, és kb. Ennyi milliárd dollár, vagy nem tudom mennyi, de sok. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván ez egy óriási mértékű fejlesztés húzott magával. Értem. És az ipari felhasználása ennek? Az mi például? Tehát, hogy mik azok a területek, ahol ezt egyébként nem sérült emberek is tudják használni? Logisztikában már mindenképp van ilyen, hogy nagy méretű exoszkeletonokkal extrém súlyokat lehet nagyon könnyedén mozgatni, tehát ez működik, és hát amire annyira nem látunk rá, az nyilván a hadipar, szóval ott szerintem egész széles spektrumon zajlik már, nem is biztos a tesztelés, hanem lehet, hogy az éles használat is. Mert hogy mondjuk a hadiparban ezt úgy képzeljem el, hogy húsvér élő emberek beleülnek egy ilyenbe, és akkor ők páncélként is funkcionálnak. Ugye ennek nyilván a legjobb részét nem látjuk, tehát hogy az, az a függöny mögött zajlik, de konkrétan igen, tehát akár a mozgás hatékonyságot növelni, vagy valamilyen védelmi funkciót ellátni, arra mind alkalmasak ezek a rendszerek. Igen, és tényleg, ahogy mondom, ez a nagy súlyok mozgatása. Na és ezt például hogy kell elképzelni? Hogy milyen egy ilyen ipari felhasználású dolog, amivel mondjuk fel lehet emelni, nem tudom, 200 kilót vagy egy tornát, vagy... Kicsit meg is tudjuk mutatni, mert az itt nálunk lévő eszköz az pont ezt csinálja, hogyha egy súlyt emelsz vele, akkor nem érzed, hogy mi történik, de hogy így mégis fel tudsz emelni egy... Na, akkor András, rendezd át, kérlek. Már most várjatok, mert úgyis akartam konditerembe menni az adás után, akkor oda vinném magammal ezt a dolgot. Mennyivel egyszerűbb lenne mutatni, hogy figyeljetek, 300 kilóval nyomok fekve, és... Mert amit hoztatok azért, az nem egy komplet exoskeleton, nem? Vagy mert, hogy ahogy nézem így a táska méretét, az egy várra vehető táska méretűben van. A táska egyébként egy tenor szaxofon táska. És a gyártó az egyik legnagyobb ilyen hangszer hordtáska gyártóval állapodott meg, és akkor gyakorlatilag ez az official hordozó táskája az eszköznek, és ez egy felső végtagi ortézis, igen. Hát mi legyen, megnézzük? Megnézzük, Kristóf elkezdett kicsomagolni, amíg mi közben egyrészt próbáljuk, és ezt majd közvetíteni, meg majd akkor Edina telefonnal esetleg videózik is. Olyat ér kérdezni, hogy mennyibe kerül egy ilyen? Tehát ez most egy megvásárolható eszköz, amit, hogyha én nagyon gazdag vagyok, akkor azt mondom, hogy felmegyek a webáruházatokba és megveszem? Ez egy megvásárolható eszköz, ez már egy késztermék, egyébként egyetemi projektből indult el, az MIT és a Harvard Medical-nek egy közös hallgatói projektjéből ért mostanra már termék fázisba, és megvásárolható, igen. Nagyon explicit árat nem fogok mondani, de egy alsó-közép kategóriás új autó ára, mondjuk egy ilyen eszköz. A cél az, hogy biztosítói finanszírozás keretein belül is elérhető legyen a pacienseknek, a már bejáratott német és Egyesült Államok beli modell egyébként. Ennek az eszköznek az az érdekessége, hogy egyrészt stroke rehabilitációban használatos, amikor féloldali bénulás esetén a felső és az alsó végtag is nem használható, újra kell tanulni funkciókat. Egyébként gerincfelősérülés is a felhasználás indikációban van, és a plexus brachialis az itt futó, mondjuk ezt most lehet, hogy nem látják hallgatók, de ennek az idegnek a sérülése esetén is. Az érdekessége az, hogy ebben az eszközben egy EMG-s, vagyis elektromiográfiás szenzorrendszer dolgozik, ami azt jelenti, hogy a páciensek, ha nulla aktív izomerővel is rendelkeznek, vagyis meg sem tudják mozdítani a felső végtagjukat, de akár egy 10 millivolt elektromos jelet el tudunk kapni a fel- vagy alkarjukról, akkor azt már egész jól fel lehet dolgozni, egy küszöbérték segítségével erősíteni, és gyakorlatilag mozgás lehet realizálni, hát kvázi gondolatvezérléssel, mert hogy gyakorlatilag nulla izomerőnél is ez az eszköz képes arra, hogy ezeket a mozgásokat elindítsa. Na hát, mert ezt akartam kérdezni, ahogy ugye már előzetesen beszéltünk, és mondtátok, hogy gondolatvezérelt, és nyilván ez volt az első kérdésem, hogy azt hogy? Tehát, ennyi hogy honnan tudja ő azt tudni, hogy igen. Azt fog történni, hogyha felveszed az eszközt, akkor izomerő kifejtéssel meg sem fogod tudni mozdítani, és meg kell tanulnod azt, hogy hogyan tudod a fejedből elindítani ezeket a mozgásokat. De hogy akkor ennek az elvi vagy elméleti alapja, akkor ezek szerint az, hogyha az ember arra gondol, hogy én most szeretném felemelni a kezemet, akkor ott elektromos impulzusok keletkeznek a kézben, és azt veszi le ez a... Ez így van. Ez a precíz megfogalmazása annak, hát ami történik. El se tudtam volna ezt képzelni, hogy tehát akkor magyarul elektromos jelek futnak végig a testünkben folyamatosan egyfolytában minden egy picit pillanatban. Picit hasonlít az EKG-hez egyébként, ami a szívről elvezetett elektromos jeleket jelenti. Ugyanez megtalálható az izmokban is, ezt olvassuk mi ki, és aztán erősítjük föl.
Hát akkor ezt most én nekem azonnal ki kell levegyem a pulóvert hozzá, mert hogy... Balkezes. Balkezes. Levon pulóver kell, vagy az, vagy az pont, hogy az elektromosságot... Hát egyszerűbb, hogyha... Alattam póló, úgyhogy nem kell félmeztelenül ülnem. Lehet, hogy akkor így a hallgatottság még fölfelé. A félmeztem ülésben hallgatod. Azonnali elkapcsolási faktor. És akkor most próbáljuk közvetíteni azt, amit majd videóval is megnézünk. Aha. Egész az ökölnek a bicskeit ki kell, hogy dúgjanak, tehát egészen mélyen be kell nyúlni. Aha, ahhoz lehet, hogy ez nekem egy kicsit szűk lesz. Nem lesz szűk. Aha, és akkor oda pedig a hüvelykúj. És közben próbálom én is közvetíteni, igen, hogy a kezem az már benne van, tenyér, de hüvelykúj. De milyen itt tapintásra milyen érzés, vagy mi? Még igazából semmi? egy bélelt műanyag, nem, hogy a könyököm. Aha. Ez egyébként a robusztusabb kivitel, ami klinikai felhasználásra kerül, és gyakorlatilag paraméterezhető, amikor a páciensek ezt hazaviszik, akkor az összes alkatrész személyre szabottan kerül gyártásra, az ő méreteiknek megfelelően. Értem. Ez viszont egy minimumban használható paraméterezhető eszköz, igen. Igen, közben azért azt is kérdezném majd, hogy oké, ennek az ára most egy nyilván akkor több millió forint, de hogy van arra esély, gondolom, hogy ez ugyanúgy, mint a technikai eszközöknek a jó része idővel csökken, és hogy előbb-utóbb majd már akár a nem tudom, néhány százezer forintos kategóriába is eshet éves távlatokban, hosszú éves távlatokban? Én azt gondolom, hogy hasonló folyamat fog végbe menni, mint mondjuk a 3D nyomtatók terén, hogy az elején az ilyen csillagászati összegbe került egy 3D nyomtatónak a megvásárlása, most meg gyakorlatilag szerintem 60 ezer forintért egy tök jó FDM nyomtatót lehet venni. Na tessék, ezt se tudtam, de hogy, mert hogy akkor nyilván ennek, ahogy beszéltük, a gyógyászati felhasználása mellett tényleg az ipari felhasználása is abszolút mindennapivá válhat majd, hiszen akkor tényleg egyszerűbb lesz azt mondani, hogy az olyan helyeken, ahol valamiért mégse a robot végezze el azt a pakolást, akkor a jó hír, kedves Ród és technikus barátaink a koncerteknél, hogy például, ott, akkor egy ilyen dupla csavar, mert hogy egyfelől a technikai eszközök is egyre könnyebbek lesznek, sőt, egyre kevésbé kell már ugye óriási hangszorókat cipelni, mert hogy kis túlzással lassan már egy telefonnal is megoldod a gitár erősítő kérdését, de hogyha mégiscsak a látvány miatt pakolni kell nagy dolgokat, akkor viszont innentől fogva lehet, hogy pár év múlva már egy néhány koncert gázsiából beszerezhető lesz egy olyan eszköz, amivel játszi könnyedséggel lehet majd pakolni mindent. Hát, hogy te viheted magadnak, így most kipróbálod, és aztán nem is kell Ródnak. Igen, hát jó, mondjuk az egyébként most sem azért van elsősorban, mert az ember nem bírná el, vagy derogálna neki, hanem sokszor ugye időben nem tud összehozni azt, hogy még arra is legyen időt, hogy te magad mindent bepakolj, hogyha nincsen segítséged, de hát mindegy, ez egy másik téma. Na, közben... Hasonló volt, amikor kiment a vállam így, akkor is ez a felszerelésem az hasonló volt így. Igen, de hát... ráerősítve. Oké, tehát akkor most, aki videót nem lát, csak hallgat, az annak azért akkor mondom, hogy a vállamon is az egyik jobb vállam alatt és a bal vállam fölött egy, nem is tudom, egy és most hirtelen megmozdult az ujjam. És most úgy, hogy nem is tudom, hogy én ezt akartam-e, vagy nem akartam. De nyilván akkor most... akartad. És tényleg az történik, amit Zoli mondott, hogy ezt erővel megmozdítani nem tudom. Tehát, hogy hiába próbálnám, az úgy nem megy, viszont most valamiért úgy mozog az ujjam, hogy én nem tudtam, hogy én ezt szeretném. De hát mennyi idő egy ilyet megtanulni ezt most én, ha itt egy 10 percig gyakorolnám, akkor nagyjából el tudnám kezdeni használni? Ebben az esetben viszonylag gyors, itt egy pár óra alatt már elég jó eredményt lehet elérni, viszont ez úgy néz ki, és meg is tudjuk mutatni egyébként, hogy a számítógépen meg tudjuk jeleníteni az izmaidból kiolvasott elektromos jelet, és aha, gyakorlatilag ennek van egy ilyen paraméterezési folyamata, amin át kell esni ahhoz, hogy rád legyen szabva az eszköz. Értem. Most annyi a cheat, hogy mi ezt megcsináltuk saját magunkon, és mivel mindannyian egészségesek vagyunk, így nagy differenciák nem lesznek, uh-huh, tehát azért volt egyáltalán az lehetséges, hogy meg tud mozdulni az eszköz. Uh-huh. De hogyha ez megtörténik, akkor egyébként viszonylag hamar el lehet jutni arra a szintre, hogy egészen jól lehet használni már.
nagyon izgalmas azzal együtt, hogy igen, azért ez valószínűleg tényleg kell egy kis tanulás hozzá, mert most így próbálnám ugye erre mozgatni, tehát az ujjam most valamennyire be van hajlítva az eszközbe, és próbálnám kinyújtani, és valóban így izomerővel nem megy, de azt mondjuk ebben a pillanatban még nem tudom, hogy mi az a pillanat, amikor egyszer csak megindul, mert néha megindul kifelé, meg... Az a pillanat ha, most... az, hogy egy ilyen nagyon ellazult állapotban tényleg gondolati szinten kell indítani ezt a mozgásmintát, és... azt szokott segíteni egyébként. Zen állapotban. Ha vagy becsukod a szemed, vagy a másik kezeddel megcsinálod azt a mozgást, és közben arra koncentrálsz, hogy a bal kezeddel is ez induljon el. Próbálom, de azért az lehet, hogy most a másik irányba indult el, de elindult valami. Próbálok óvatosan, igen, az a baj, hogy kivered a kezemből a telefont, most, vagy így bármi. Mert hogy tényleg az van, hogy persze az ember ilyenkor akaratlanul is a meglevő izmaival szeretné ezt mozgatni, tehát hogy ez nyilván egy, értem, hogy egy tanulási folyamat. Most viszont ki egyenesedett a könyököm is. Fú, de érdekes. Illetve megpróbáltad behajlítani a karodat. Ez viszont az most igen. Egész jól is működött. Ez egészen jól működött, igen. És úgy tűnik, hogy engedi a kinyújtást is. Valamennyire engedte. Jó, szerint és ilyen szép finoman engedte, de jó. Most nem kezdek-e pakolni, de hogy azért tényleg valóban érezni egyébként rajta így is, hogy egészen komoly súlyokat is valószínűleg egy ilyen meg tudna mozgatni, hogyha így mindenképpen ez lenne most a cél. Igen, a motor segít ebben, tehát ha megfogsz egy nehéz táskát, akkor nem így. Érzed, hogy mekkora súlyt tartasz. Egyébként vannak mondjuk olyan megrendelőitek is, vagy a világon bármelyik cégnek, ahol már ezt már most ipari felhasználásra veszik? Mi csak az egészségügyi területen mozgunk, és a medika irányú felhasználással foglalkozunk, illetve a gyártó is, tehát ez kifejezetten egy otthoni használatra is alkalmas, és terápiás indikációban is használatos medikai eszköz gyakorlatilag. Aha. Olyat lehet, arról vannak adataitok, hogy mondjuk most ma per Magyarországon nagyjából hány ember van, aki ilyet használhat? Még nem sok, gondolom, azért az ára miatt. Igen, kevés, tehát annyira új a termék, hogy, jó, hogy gyakorlatilag Magyarországon 3 hónapja létezik egyáltalán. Ja, hát akkor bocsánat, de hogy Németországban is csak gyakorlatilag egy éve van jelen, szóval ez elég új technológia és termék még ebben a pillanatban. Hát akkor nyilván ilyet nem kérdezek még. Mi volt ennek előző generációja és egyébként ennek a terméknek? Abszolút, sőt, gyakorlatilag hallgatói projektből indult el, tehát az MIT és a Harvard Medicalnek egy közös fejlesztése az eszköz, szóval lelkes mérnök és Harvard Medical hallgatók prototipizálták, és gyakorlatilag így indult el a fejlesztés. Hát ez nagyon szép, és akkor egy exoszkeletont ehhez képest meg úgy kell elképzelni, hogy az egy teljes testet felölel, így. Mi egy olyan exoszkeletonnal foglalkozunk, illetve vagyunk a kizárólagos képviselői Magyarországon, ami komplett alsó végtagi exoszkeleton, tehát deréktól lefelé képzeld el, és ennek a segítségével a komplett gerincfelől sérült páciensek, akik kerekesszékkel tudnak közlekedni, képesek járni, de lépcsőzni is. Aha, na és annak most hol tart az elterjedése, mondjuk így? Tehát nyilván az sem olcsó, sőt gondolom, ez akkor még drágább lehet? Ezért? Az egy picit még drágább, az már mondjuk 2 vagy 3 autónak az ára, és van már Magyarországon kutatási indikációban kihelyezett eszköz, azon pedig dolgozunk, hogy ez akár első körben nyilván egyedi méltányosságos biztosítói finanszírozás formában elérhető legyen a páciensek számára. Itt azért könnyű a helyzet, mert ezekben az esetekben mindig az egyik legfőbb szempont az, hogy oké, de mekkora egészségnyereséget lehet realizálni egy ilyen eszköznek a finanszírozása. Most egy exoszkeleton esetében, amivel a kerekesszékes páciens tud járni, ott ez viszonylag könnyen definiálható, hogy igen, nagy volumenű egészségnyereséget tudunk realizálni. Igen, értem.
És mikor jósoljátok azt, hogy ez már tényleg egy olyan általánosan elérhető eszköz lesz, hogy a kerekesszéket már csak bizonyos helyzetekben kelljen használni, mondjuk azoknak, akik kerekesszékkel közlekednek, ez mondjuk 5 év, 10 év lehet, vagy mit? Szerintem hamarabb, mint gondolnánk. Igen? De jó. Én azt gondolom, hogy egészen hamar ez az idő el tud következni. Pontosan azért, mert elért egy olyan platót ez a mind a fejlesztés, mind a technikai felkészültség, hogy most már egyszerűen infrastruktúrálisan van lehetőség arra, hogy tudunk gyártani ilyen eszközöket, és lehet használni őket önállóan otthon is. Igen, és hát ugye akkor itt nyilván gondolom még ez a szokásos, amit a 3D nyomtatóval mondtál, hogy ahogy majd mennek le még az alapanyagárak, vagy már egyre szélesebb körben lehet majd így, nem tudom. Meg itt gondolom az lesz a fő kérdés, hogy az egészségbiztosítók mikor gondolják úgy, hogy minél több embernek ezt meg kellene tapasztalnia, mert hogy egyébként tök jó lenne, ha minél több ember ezt megtapasztalhatná, akinek erre valóban szüksége van. Ez pontosan így van, és Németországban és Egyesült Államokban már így gondolják a biztosítók, és ott ez folyamatosan pörög, de nagyon magas fokon egyébként, tehát ott ez a forradalom, ez ebben a pillanatban már zajlik. Aha, de hogy azért nem olyan régen kezdődött, nem? Nem. Ez egy új keletű dolog, de hogy ott átvitték már a biztosítói rendszeren ezeket az eszközöket, és működik, meg elindult. De igazából, ha belegondolsz, akkor tök logikus, mert most, hogyha egy olyan eszköz, mint ami az András kezén is van, segítséget jelenthet abban egy sérült embernek, hogy gyakorlatilag pontosan ugyanúgy tudjon dolgozni, mint aki nem sérült, azzal az egész társadalom jól jár. Persze, hát hogy és ne. Egy viszonylag kis befektetés ahhoz képest, hogy mondjuk társadalmilag mekkora haszna van. Így van, így van. Na és aztán adja magát a kérdés viszont innentől, hogy oké, tehát, hogy ennek megvan ez a nyilván zseniálisan jó funkciója, hogy sérült embereknek segítsen. Na de hát aztán ott jön a pillanat, ahogy beszéltük, hogy a ipari felhasználás meg a stb., amikor azt mondod, hogy oké, én nem vagyok sérült, de mégis szeretnék egy ilyet, mert hogy egyébként ettől én erősebb leszek, meg gyorsabb leszek, hogy vajon ennek egyrészt van-e mondjuk etikai korlátja, és kicsit ebben a kiborg létben kezdek el gondolkodni. Vannak, hiszen... legalábbis így az interneten nagyon nagy viták vannak így etikai kérdésekben, hogy akkor... Hogy mi van akkor, amikor ugye Oscar Pistorius példája jut az ember eszébe, a futóé, aki oké, hogy nyilván nem ezért, tehát hogy a lábait nem ezért vesztette el, vagy nem direkt amputáltatta azért, hogy legyen olyan protézise, amivel egyébként viszont sokkal gyorsabban fut, mint a nem protézissel futók. De hogy igen, szóval, hogy ebben most mi a vélemény a szakemberek között? Hogy ez így merre tart, vagy van-e ennek olyan etikai korlátja, hogy aki rászorul, az használjon ilyet, de hogy egyébként aki nem, az nem. Egyrészt, másrészt meg, hogy hol van az, amikor azt mondod, hogy de akkor nekem minek a rendes karom, amikor? Hát szerintem pont ez az etikai vita benne, hogy mi az a pont, amikor azt mondhatod, hogy nekem egyébként nincsen semmi bajom, de szeretnék egy olyan kart, amivel simán több évnyi munka nélkül elbírom a, nem tudom, a kanapét félkézzel. És hogy ugye ez veti fel azt a kérdést, főleg így a sportban, hogy az, hogy mondjuk valaki, nem tudom, 5 éves korától versenysportolónak nevelik, és nagyon durva edzéseken megy keresztül 25 évig, az most akkor mennyiben másabb, mint hogyha kvázi készen megkapja azt az erőt, amivel egyébként nyilván akkor is a technika meg minden az nem sajátítható el, csak így egy ilyen eszköz hatására, de mondjuk persze. Maga az erő, amit egyébként ő akár 20 éven keresztül nagyon durva mindennapi, akár ilyen az egész életét, hát nem azt mondom, hogy megnyomorítom, mert nyilván ezeket élvezik az emberek, azért csinálják, de hogy nagyon komoly munkával ér el. Igen. Mondom, ez az egyik ilyen nagy etikai kérdés. Vagy... Hát a sportban erre egyfajta válasz már talán most is van, mert létezik egy verseny az a neve, hogy Cybathlon, ahol protetikus és exoszkeletonos eszközökkel versenyeznek a páciensek, és ez most egy ilyen elég népszerű versenysorozat. Egyébként az alsó végtagi komplett exoskeletonnal megcsináltak folyamatos akkumulátorcserével egy New York maratont is már, ami egy ilyen nem felhasználási terület, mert hogy sportindikációban az eszköz például nem használható, de megtörtént, mert hogy egyébként pedig alkalmas, és akkor szerintem a kérdés egyébként ketté válik, mert hogyha a protetikus eszközről van szó, akkor azt csak akkor fogod tudni használni, ha valamilyen sérülésed van, vagy igen, valami hiányzik, ott mondjuk ez így rövidre van zárva. Igen. Ha exoskeletonról vagy ortézisről van szó, akkor az meg nyilván valamilyen szabályozott keretek között fog történni, és hát miért ne történhetne, miért ne lehetne olyan verseny, ahol lehet használni egyébként egészségesként is ilyen eszközeket. Valószínűleg ugye fog is, mert pont ahogy most így, ahogy mondjátok, én nekem is eszembe jutott, hogy hát az tulajdonképpen egy tök izgalmas verseny lehet, ahol egyébként tonnákat kell neked pakolni, hogy most éppen csak a vagy pontosan ez a New York maraton, hogy én semmilyen maratont valószínűleg soha életemben nem leszek képes lefutni, ha csak tényleg nagyon el nem kezd az ember hosszú éveken keresztül edzeni, de hát akkor felteszem, hogy egy exoskeletonnal
tulajdonképpen különösebb, nem azt mondom, hogy erőfeszítés nélkül, de hogy akár én is le tudnék futni egy maratont, hiszen nem az én izmaim dolgoznak, hanem a gép. Ez lehet egy felhasználási terület is, és igen, az eszközök nagyon érdekesek, nagyon sok nézőpontból túl a medikai és a terápiás felhasználáson, mert ezek mérnöki szempontból is nagyon érdekesek. Nekem a felső végtagi ortézis, ami rajtad van, egyébként autonóm konceptuális alkotóként is nagyon érdekes volt, mert hogy a konceptuális művészet elemi alapalkotó egysége a gondolat maga, és amikor én 4 hónappal ezelőtt fölvettem ezt az eszközt, én akkor tapasztaltam meg igazán, hogy mennyire egyszerű, redukált dolog egy gondolat, amikor ez bentről történt, és nem csak volt egy vízióm, hanem belülről láttam, hogy ez hogyan történik. Szóval igen, számos ilyen érdekes felhasználási terület áll rendelkezésre. Igen, és egyébként, hogy egy kicsit még feszegessük azért ezt a Pistoriusi gondolatot, hogy nem olyan régen láttam valahol egy riportban egy olyan sztorit, amikor valaki, akinek egyébként volt egy olyan boka sérülése, amitől ő ugyan tudta még használni a bokáját, de hogy folyamatosan kezelésre kellett járni, a fájt soha nem gyógyult meg rendesen, és egyszer csak úgy döntött, hogy ő azt inkább amputáltatja. Tehát, hogy nyilván jönnek majd ezek a határterületek, és ez megint egy ilyen érdekes etikai kérdést vett föl, mert az, hogy egy egyébként teljesen egészséges ember most ebben a pillanatban úgy döntsön, hogy akkor ő inkább egy ilyen kart szeretne a sajátja helyett, azt én is azt gondolom, hogy most úgy nehéz elképzelni. De egyébként meg miért ne? Tehát, hogy egyébként ott is az van szerintem, hogy valahol érthető az, hiszen mindennel így vagy a világon, hogyha van valami, ami nem annyira jó, abból akár szerethetnél egy jobbat is. Igen, csak ugye pont ezt mondom, hogy azt a részét, azt most még én is a nem tudom, 100 emberből a 95 között vagyok, aki azt mondja, hogy hát azért azt nehezen képzelem el, hogy levágassam a karom azért, de hogy legyen egy másik. Is vesz, de ez a köztes ügy, amikor az van, hogy de egyébként nagyon fáj, és egyébként nem is tudom rendesen használni, de azért tudom valamennyire csak, és akkor ez megkönnyít egy olyan döntést, hogy jó, akkor viszont tényleg inkább amputáltatom, és legyen egy jó protézisem helyette. Ahogy ebben például van valamilyen ilyen etikai szabályozás most? Én azt gondolom, hogy talán ez azért nem fog megtörténni, mert a legalapvetőbb etikai és orvosi irányelvet sérti, ami úgy hangzik, hogy ne árts, és hát ugye az ott sérül, hogyha ilyesmi történne, szóval na de igen. Ebben az általam idézett példában itt ez pontosan megtörtént, hogy ott aztán utána az a hölgy, amerikai, ő konkrétan amputáltatta bokától a lábát, mert hogy nem akart küszködni tovább a folyamatos fájdalommal, meg a kezeléssel, meg a nem tudom. Igen, de ott volt egy patológiás állapot, igen, és hogy én arra reflektáltam, hogy ha van egy egészséges szervezet, akkor ez etikailag nem fog átmenni, hogy egy ilyen epizód megtörténjen. Ha van egy fennálló probléma, akkor én azt gondolom, hogy ez egy orvosszakmai kérdés, hogy mik az opciók, mindegyiknek van előnye és hátránya is, és akkor lehet egy ideális esetben szakorvossal vagy orvosi tímmel közös döntést hozni. Én azt gondolom egyébként, hogy épp az orvoslás nem is nagyon távol, hanem közel jövője tolódik el abba az irányba, hogy be fogják vonni a pácienseket ezekbe a döntési helyzetekbe, akármilyen területről is legyen szó, mert hogy egyébként az utópia az valami ilyesmi lenne, hogy orvosként lehet az egy feladat, hogy a birtokodban lévő tudást átadni a páciensnek, és akkor közösen meghozni egy döntést, ami ugye annak a páciensnek az életét hát jelentősen fogja befolyásolni. Igen. Nektek mennyire van tudomásotok, hogy az a része hol tart, hogy az érzékelést is vissza tudja nekem az agyamba dobni, mert hogy most ez egy érdekes helyzet azzal, hogy igen, ezt már így tanulgatom közben, már hajlítgatom jobbra-balra, előbb-utóbb sikerülne is, de hát nem érzem vele azt, amit fogok. De hogy közben gondolom azért erre kutatások már vannak bőven, nem? Hogy ezt így érzd is, vagy szerintem ez is. Is hamar fog történni, ez az oda-vissza csatolás, vagy akár az invazív módon történő beavatkozás, vagy szabályozás. Azt gondolom, hogy ez is közelebb van, mint gondolnánk, mert ugye a legelső lépés az volt, amikor teljesen mechanikus exoskeletonok álltak rendelkezésre, a következő lépés az volt, amikor ki tudunk olvasni elektromos jelet az izmokból, és azokat, azoknak a segítségével tudunk mozgásmintát elindítani, de hát, hogy itt nyilván van egy következő lépcsőfok, amikor idegrendszeri beavatkozás történik konkrétan, és szerintem ez sincs annyira messze már, hanem ez is nagyon hamar el fog jutni egy kész megoldás fázisig. Rengeteg ilyen study fut most vissza. Igen, nyilván ez a legbutább kérdés, hogy na mikor, de hogy ugye az ember olvassa az Elon Musk féle Neuralinkes dolgot, ami már ugye elvileg pontosan erről szól. Igen, az ugyanerről szól. Lehet, hogy az ilyen 1-2 év múlva már prototípus szinten... Szerintem igen. Na hát ez is egy érdekes kérdés, és hát akkor tényleg mégiscsak azért nagy lépésekkel haladunk a kiborglét felé, hiszen onnantól már viszont tényleg az megint egy hát filozófiai kérdés is. Igen, lehet, hogy az most akkor mondani. Az enyém, vagy nem az enyém, hiszen az már ugyanúgy az enyém, mint akarom. Nem? Hogy ez nagyon érdekes filozófiai kérdés is, mind a post-human vagy a non-human kérdéskör, és ez nincs annyira távol, én azt gondolom.
És igen, lépések történnek ebből az irányba. Igen, hiszen hát én azt mindig szoktam mondogatni, hogyha belegondolunk, akkor a pacemakertől a kontaktlencsén át a fogtömésig már azért most is rengeteg idegen anyag tud egy emberben lenni, amit egész nyugodtan elfogadunk, és ezek mind nem természetesen oda nőtt dolgok. Egyébként ilyen téren mondjuk mik vannak még, amik láthatatlan, pici, apró, nem tudom, tehát hogy a pacemakert én mondjuk pont hallottam, hogy az egy létező gép, ami benned van, de olyat is láttam már, hogy hallássérült embernek igazából olyan hallókészülék, ami már valahogy a koponyájában van beépítve, és kicsit morbidó hangzik, hogy egy kis jack dugót kellett bedugni, de hogy így. De hogy igen, és van, nagyon vicces is volt, mert a ismerősöm, egy barátnőmnek a nagybátyja mondta mindig, hogy hát amikor az anyósom elkezdődik, kihúzom, és akkor így megvők ezzel, de hogy az is például már egy beépített ügy, de hogy mi minden van még ilyen most. Nagyon sok kutatás folyik a látás tekintetében, ugyanilyen eszközök fejlesztésében, és van, ami már a termékfázist közelíti, de ott talán magyar kutatónak is vannak. Szerintem majdnem minden legyen. Egy Svájcban, de hogy, mert hogy talán most a neve persze nem jut eszembe, de hogy hallottam nem olyan régen, hogy pont igen a látóideget valahogy ott a receptor, na mindegy, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy az egy létező, tehát hogy az most már van, azzal már konkrétan tudnak látássérülteken segíteni akut módon. És annyira dinamikus a fejlődés, hogy nekem az egyik fél évben egyetemi projekt volt az, hogy szabályzás technikailag inzulin adagolás probléma kört kellett körbejárnunk. Aha. Azóta ez egy kész termék, és létezik olyan pumpa, ami ezt megvalósítja, sőt, komolyan? Szenzoros vezérléssel is, és gyakorlatilag van. Na és ez már mennyire elérhető például? Ennek is ár problémái vannak, tehát, hogy ebben a pillanatban igen költséges, de hogy már lehetséges, és nagyon látszik az a folyamat, hogy nagyon hamar ez teljesen a megfizethető kategóriába fog esni, és akár diabétesz esetén gyakorlatilag beavatkozás nélkül lehet ezt a problémát áthidalni, ami szintén egy ilyen elég jelentős továbblépést tud. Persze, de egyébként most, hogy az előbb említetted a 3D-s nyomtató példát, ott hány év volt az, amíg a nem tudom, 3 millióból 60 ezerre csökkent a 3, 4, 5, tehát nagyságrendileg. 10 éves nagyságrend, amikor először hallottunk arról, hogy már van ez a megoldás, és igen, mostanra ez meg egy otthoni eszközé szelídült gyakorlatilag, és tehát, abszolút hogy, elérhető bárki számára. Ha mondjuk elfogadjuk ugye azt a, nem is tudom, exponenciálisan, hogy van ez a görbe, hogy exponenciálisan növekszik a technológiai fejlődés, meg a processzoroknak a számítási képessége, és akkor feltehetően az ár is nagyjából hasonlóan alakul, hogy lehet, hogy akkor az a 10 év most már nem is 10, hanem csak 5. De hát, hogy akkor azért egyre több tényleg a bennünk levő idegen anyag. Mi a helyzet a nanorobotokkal, amik ott ugye elvileg többek között gondolom ezért is fejlesztenek, hogy a testeden belül ott hol tart most a technológia? Én csak olvastam ezekről a kutatásokról, nagyon érdekesnek és izgalmasnak találom. Azt gondolom, hogy ebben is nagyon-nagyon erős fantázia van, és biztosan fogják használni ezeket az eszközöket. Tehát csak ha végig gondoljuk azt, hogy mondjuk egy trombus elkapása, az most úgy történik, és ez egy tök jó technika, hogy gyakorlatilag katétert fölvezetünk egy éren keresztül, és egy ilyen pici trombus elfogó eszközzel ott elkapjuk a véráramban. Bocsánat, a trombus az a vérrög, ugye? Ami a valahol a, igen, trombózisnak tudtam én, de... Milyen érdekes az, hogyha ez egy pici robot csinálja, és nincs szükség erre a katéteres megoldás, ami egyébként egy szuper innovatív megoldás ahhoz képest, mint aki kellene nyitni igen. A páciens ott a műtőasztalon, tehát ez már egy ilyen nagyon jó minimál invazív megoldás, ami ugye ma a abszolút a gyakorlat része, de hogy ezt mind lehet tovább fejleszteni, és azt gondolom, hogy mondjuk talán az első ilyen felhasználási terület az pont ez lesz. Illetve hát a folyamatos monitorozás az mennyire hatékonyan megvalósítható már azzal, ha van egy kis robot a véráramban, hát ami folyamatos információt tud szolgáltatni arról, hogy mi történik bent. Mert hogy ez kedvenc jövőkutató kollégánk, aki ma pont nincs itt, Rabárpinak is rendszeresen elhangzik a szájából, hogy tulajdonképpen az összes ilyen dolgot azért fogadjuk el viszonylag könnyen majd, bármennyire is idegenkedünk most tőle, és akkor tényleg ennek megint az extrém vége az, amikor megszabadulsz a saját tested egy részétől azért, hogy kap helyette egy mechanikus dolgot, mert hogy az nekünk jó. És ez hogy én ezt gondolom. Tehát én nagyon gyakran hallom azt egyébként rendkívül tehetséges sebészek szájából, hogy ők tökéletesen operálnak laparoszkóppal kézzel, és hogy nem akarnak robotsebészeti eszközt, mert nehogy már a robot megcsinálja helyette, nem akarja megcsinálni helyette, hanem segíteni akar, és most már elérhető olyan megoldás, ami épp erre épít, vagyis arra, hogy egy adott operációt elkezdek laparoszkóppal kézzel, és ha van benne egy technikás rész, akkor 10 percre kapcsolom be a robotot, 20 másodperc alatt tudok váltani a kézi meg a robotikus vezérlés között,
megcsinálom azokat a mozgásokat robotikus vezérléssel, amit fizikailag nagyon nehéz vagy nem lehet megcsinálni. Igen, sokkal igen. Szebb megoldást tudok ezáltal adni. Utána 20 másodperc alatt visszaváltok a kézi vezérlésre, és befejezem, mint egy klasszikus sebész azt a műveletsor. Tehát pontosan arról van szó szerintem, hogy nem helyettünk akarnak megcsinálni vagy megoldani problémákat ezek a megoldások, hanem nagyon hatékony segítséget képesek adni. Igen, és egyébként, ahogy mondod, a monitorozást, nyilván az embernek óhatatlanul eszébe jut a mostani járvány, ahol egyébként mennyivel egyszerűbb lenne az, hogyha neked lehetne egy olyan csipp a vületben, vagy a mint fülbevaló, vagy bármi, ami ott a véráramból folyamatosan tudja azt mondani, hogy akkor egyébként benned most van-e aktuálisan vírus, vagy nincsen. Ami megint felvet egy csomó etikai, meg filozófiai kérdést, hogy aztán onnantól persze mi van, de én azt gondolom, egy ilyen helyzetben, hogyha ez már rendelkezésre állna, és majd mindjárt meg is fogunk kérdezni, hogy egyébként rendelkezésre áll-e már legalább prototípus szintjén, akkor ha most a társadalomnak, mit tudom én, 60-70% az, aki az oltást hajlandó beadatni, át tudom képzelni, hogy 40-50%-a erre is azt mondaná, hogy simán kérem, persze, hát sokkal egyszerűbb lesz tőle az életem, nem kell tesztelgetni folyamatosan, meg félni attól, hogy kitfertőzök meg, hiszen azonnal értesít. Én is egyetértek ezzel, előtte még ezt az oltási hajlandóság gátot kellene valahogy áttörni, és hát itt is erős kihívásokkal küzdünk, ami egyébként engem személy szerint megdöbbentett, és nagyon sok a téves információ, illetve azt gondolom, hogy ezek a döntések jellemzően információhiányon alapulnak akkor, amikor valaki azt mondja, hogy én nem kérem az oltást, és ha valaki azt mondja, hogy azért, mert nagyon gyakran elhangzik, hogy tesztfázisban van a vakcina, akkor az semmi más nem jelent, mint csak azt, hogy az az illető nem tudja, hogy mi az, hogy klinikai vizsgálat, és nem tudja, hogy milyen extrém szigorú szabályozás alá esnek ezek a vizsgálatok, és azt sem tudja, hogy mindenen keresztül mentek ezek a vakcinák, egész egyszerűen az adminisztratív kötelezettséget rövidítették le egy globális összefogásnak köszönhetően azért, hogy ne kelljen várni 5 évet, hanem ha minden teszten átment, akkor tudjuk használni. Persze, de hogy mondjuk, oké, mondjuk azt, hogy azért egy ilyen változásnak, amit mondjuk nem egy hirtelen jött járvány implikál, amire azonnal kell valamilyen választ adni, annak azért lehet adni 4-5 évet, bízunk benne, hogy mondjuk a voltás a kapcsolatos problémák is annyi idő alatt majd már valamennyire rendeződnek, de hogy ez a kérdés, hogy egyébként áll már rendelkezésünkre olyan monitorozási technológia, amit akár lehetne egy fülbevalóként vagy bőrre leültetve viselni? Nem tudjátok, vagy nem tudod? Nem tudok explicit választ adni a kérdésre. Azt gondolom, hogy egyébként igen, sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy igen, de nem tudok konkrét példát mondani ebben a pillanatban. Persze nem, hát nyilván nem gond. Nyilván attól függ, hogy mit akarsz rajta monitorozni, mert ugye az összes viselhető eszköz is egyre kisebbek, most már vannak tök jó okos gyűrűk is, meg bármi, ami... Na igen, ezt az értelemben véve az okos órád is ezt csinálja, hiszen már most képes nem csak pulzust, hanem oxigén szaturációt, non-invazív vérnyomást mérni. Sőt, ezekből a rendelkezésre álló adatokból egész érdekes következtetéseket levonni, úgyhogy gyakorlatilag ez is már történik. De például ezt az oxigén szaturációt, azt hogy? Mert az, hogy a vérnyomást nyilván kívülről is érzékeli, azt értem. De azt is kívülről. De hogy? Az egy egész egyszerű dolog, látható, és infravörös fényen megvilágítják a bőrödet, és tök jól lehet látni, hogy milyen oxigén telítettséggel történik ott a véráramlás. Gyakorlatilag ugyanaz a technika, amit a betegőző monitorokban használnak már nagyon régóta, csak kisebb lett a szenzor, és konkrétan az én órám is képes szaturációt mérni. Ez nem űrhajó tervezés tudomány ma már, hanem ez egy hozzáférhető eszköz. Igen, hát ugye akkor nagyjából mégiscsak erről beszélünk, hogy ezek a technológiák azért nagyjából elkezdenek a kezünkben lenni, és hát akkor itt jönnek majd ugye az a végső filozófiai kérdés, amivel egyébként kezdtük is, nem mintha be kéne még fejeznünk, hogy az Asimovi vízió az egyébként majd vajon megvalósul-e, mert hogy már több embertől is hallottam, hogy beszélgettünk erről, hogy simán elképzelhető az, hogy a következő törésvonal majd nem tudom, néhány évtized, vagy egy-két évszázad múlva, az már nem az lesz, hogy zsidó-keresztény versus muszlim, vagy ázsiai versus nem tudom, európai típusú, vagy bármi ilyesmi, hanem, hogy én tisztafajú ember vagyok, akiben nincsenek csavarok, vagy pedig félig-meddig gép vagyok. Ezt nyilván csak, mint magánember, nem mint filozófus kérdezlek, egyikünk se az. Ez egy filozófiai kérdés szerintem, és nem az én szakterületem, de egy nagyon érdekes filozófiai kérdés egyébként, és először ez szerintem mind filozófiai kérdés áll meg, és akkor nyilván van egy pont, ahol ez mondjuk manifesztálódik, és akkor rögtön egy ilyen gyakorlati kérdéssé is tud változni
adott esetben. Igen. És ugye itt jön be a képbe a Harari féle elmélet hármas felosztása, ugye ő azt mondja, vagy valami olyasmit mond, hogy az emberiség előtt három út áll a jövőt illetően, ami mint biológiai lényt illeti. Az egyik az a gépi tökéletesítés, a másik az a géntechnológiás, vagy biológiai alapú genetikai tökéletesítés, a harmadik az meg a teljes testeldobás és átköltözés a virtuális térbe, de hogy azért ezek, ha jól gondolom, inkább egymással összefüggő dolgok. Tehát, hogy ti mondjuk, mint ennek a gépi tökéletesítés szakértői is azt gondoljátok, hogy valószínűleg azért ez hosszú távon inkább egy ilyen mixtúra lesz, hogy bizonyos dolgokat genetikailag, és majd ez össze is függ azzal, hogy beépítenek gépet beléd, de közben vagy esetleg el tudtok olyan jövőt képzelni, hogy a génekhez nem kell nyúlni, hanem egyszerűen beépített kis gépekkel minden problémát meg lehet oldani a adagolástól a szívritmusig. Szerintem nagyon régóta gyakorlatilag ezen folyik a munka, hiszen elég csak mondjuk az antibiotikumok felfedezésére gondoljunk, hogy mekkora áttörés volt az, és hogy mennyi ember életét mentette meg ennek a hatóanyag csoportnak a felfedezése, és aztán a beemelés a klinikumba, vagy ha gyógyszeripar, akkor elég, ha a protonpumpagátlókra gondolunk, hogy ők még is. Hogy gyakorlatilag amíg ezt a hatóanyag csoportot nem fedezték föl, addig ugye az történt, hogy valakinek ilyen extrém fokozott gyomorsav termelődése volt, ilyen extrém hiperacidózisban szenvedett, kinyitották, és valamilyen meglehetősen invazív sebészeti eljárás keretein belül eltávították a fél gyomrát, vagy valamilyen konzervatív megoldást próbáltak adni erre a problémára, és kitaláltak egy hatóanyagot, ami ezt konzervatívan tudja kezelni. Akkor gyakorlatilag az is egy ilyen technológiai használat, aminek a segítségével sokkal hatásosabban és hatékonyabban lehet problémákat kezelni. A robotikára én azt gondolom, hogy ez ugyanígy igaz. Tehát én azt gondolom, hogy folyamatosan fokozódni fog. Igen. És hogyha már robotikáról van szó, akkor ugye azt gondolnám, hogy azokból a kutatásokból, amiket ti is végeztek, tehát az ezzel kapcsolatos tudományban nyilván maga az ember nélküli robotika is rengeteget tud tanulni, hiszen honnan lehetne jobban modellezni egy emberi kéz mozgását, mint ezzel, ami rajtam van, ami valóban az én kezemnek a mozgását. Ez abszolút így van, és általában ez szokott a kulcs lenni egyébként. Tehát konkrétan a teljesen mechanikus, komplet gerincszövőségek által használt exoskeletonnak is a mozgató eleme, az gyakorlatilag egy olyan mozgásanalízis, vagyis mozgás mintának az implementálása, amivel a lehető legtermészetesebb mozgás mintát tudjuk reprodukálni. Uh-huh. Vagy egy másik soft exoskeleton esetében, ami stroke rehabilitációs eszköz, az volt az elég innovatív ötlet, és már ez is késztermékként elérhető, hogy stroke epizód után hemiplégia, vagyis féloldali bénulás esetén, amikor a járás újratanulás zajlik, akkor ha ezt mechanikusan triggereljük, akkor az volt a megfigyelés, hogy nem tudunk elég jó progressziót realizálni. És jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha pontosan ugyanazt a mozgás mintát csinálnánk meg a nem működő oldalon, ami egyébként a természetes mozgás, mint a teljesen páciens specifikusan. Ez sem egy űrhajó tervezés tudomány, fölraktak a működő oldalra egy gyroszkópos szenzort, és gyakorlatilag ez már egy elérhető termék, ami azt csinálja, hogy sokkal hatékonyabban segít újra megtanulni járni azért, hogy pontosan azt a mozgás mintát csináltatja meg vele. A bal lábad adja az impulzust a jobb lábadnak. Igen. De érdekes igen. Is. És működik. És gyakorlatilag épp a természetesség az alapja, vagy pont az a mozgatórugója. És hát akkor azt is jól gondolom, hogy a tisztán robotok, ami nem embert segítő funkció, hanem egy teljesen tisztán meglévő robot is, most már tulajdonképpen az emberi mozgást azt többé-kevésbé tökéletesen tudja utánozni? Igen, szerintem ezt mondhatjuk. Tehát elég, amit egy ember fizikailag képes megtenni, azokat a mozgáskoordinációkat azt most már egy robot is nagyjából tudja. Gondolom még jó drágán. Igen. Mert hogy ugye ez is egy állandó kérdés, hogy nyilván az embert egészségügyi szinten segítő robot az egyfelől ez a ortézis és exoskeleton, illetve protézis, másfelől pedig ugye az a segítő, aki tulajdonképpen akár társként, akár orvosként, nem tudom, odahozza a gyógyszert, meg segíti a beteget, meg ölbeveszi, meg elviszi, meg nem tudom. Hogy itt mennyire láttok rá erre a területre, hogy itt hol tartunk, mikor jöhet el az, hogy... Kész termékek vannak ebben a kérdéskörben is már. Nálatok is fototronikban lehet kapni? Fototronikban nem ebben a pillanatban, de létezik olyan ápolási robot, ami gyakorlatilag ezeket a funkciókat el tudja látni, sőt, ilyen eszközöket meg is lehet tekinteni. A Prater utcában van egy kávézó, ahol robot hozza neked ki a kávírat, hát ugyanezek a termékek teljesítenek szolgálatot medikai környezetben is. És ezek mennyire van, mert hogy Magyarországon, mondjuk ugye ilyenkor az ember a személyes tapasztalásból igyekszik kiindulni, nekem mondjuk nincs meg olyan ismerősöm, ahol akinek mondjuk otthon lenne ilyen, de hogy mondjuk a
USA-ban vagy Nyugat-Európában ott már van olyan, ahol ez... Én azt gondolom, hogy igen, és nagyon sok ilyen telemedicinás megoldás is van, hogy ott a kamera a roboton, meg egy kijelző és egy távkonzultációt vidámon végre lehet hajtani a kezelőorvosoddal, főleg úgy, ha csak egy okos óra van rajtad, és már is 4-5-6 vitális paraméter azonnal valós időben rendelkezésre áll, úgyhogy azt gondolom, hogy igen. Ugye ennek is az előszobája az, ami már ott van, mindegyik otthon van, mert egy robot porszívót azt igen, viszonylag elérhető áron most már. Na olyan ismerősöm van, akinek van robot porszívója, és ott robot fűnyírója is. Igen, és onnan ezek mind-mind egy-egy lépés előre, és akkor igen, az van, hogy robotok lesznek a házban egyszer csak. Igen, és hogy mennyire érdekes, talán együtt olvastuk valahol Edinával, még az is lehet, hogy a mi cikkünkben volt a lángolón valahol az, hogy mozgalmat indítottak az emberek azért talán San Francisco meg Japánban, hogy ne rúgdalják már föl a pizzafután robotokat a járdán az emberek, mert hogy az milyen csúnya dolog. Én egészen odáig el sem tudtam képzelni, hogy az már egy létező dolog, hogy Tokióban meg San Franciscóban már nem emberek viszik ki a pizzát, hanem ilyen kis robotkák. Tehát, hogy az, hogy nekem nincs személyes ismerősöm, aki, az valószínűleg nem jelent túl igen, sokat. Igen, most már egyre kevesebbet. Egészen jól megtanultam én, ezt azt igen, hiszem, ezt így akar, a végére mozgok. Így bocsánat a kedves csendben. Hallgatóktól, hogy lehet, hogy egész adásban hallják ezt a kis... Ezt, én pont erre gondoltam, hogy ez nagyon jó, hogy van egy ilyen kellemes robot hang itt a háttérben. Igen, igen, egy ilyen jó kis csillagok háborújás, vagy hát persze. De igen, de pont ezt néztem, hogy még az elején olyan félve, meg így egyszer-egyszer igen. sikerült, most már itt így rendesen hadonászol a igen, tehát, hogy, és közben valamennyire, ahogy nézem Kristóf laptopján, hogy a gép is tanul engem. Ugye? Tehát, hogy, vagy hogy csak leveszi az impulzusokat, igen, hogy honnan itt van, mindegy, ezt most így igazából kár megpróbálni elmondani, mert nem lehet. Görbéket látunk. De hogy görbéket látunk, kicsit, mint a EKG, vagy ilyesmi, és akkor így veszi le ez az egész. De úgy érzed, hogy most már itt tudod, vagy hogy hát kell ezt ráérezni? Valamennyire igen. Gondolom egyébként ez is hasonlóan működhet, mint minden ilyen motorikus tanulás, nem? Hogy amikor nagyon-nagyon koncentrálsz, és akarod csinálni, akkor tökre nem megy, és amikor egyszer csak ráérzel egy pillanat alatt, én mindig azt szoktam mesélni, hogy én így csettinteni tanultam meg úgy gyerekkoromban, hogy nagyon sokáig próbáltam, egyáltalán nem ment, aztán egyszer valamilyen kis fűszálak tetejét akartam letépkedni, és véletlenül rájöttem, hogy hogy és onnantól megy. Tehát felteszem, igen. hogy ez is így működik. De hát fantasztikus, tényleg. Nem is tudom zárszóként, milyen összefoglalást kéne még tőletek kérdezni, mert ugye ilyenkor jönne ezen, és mik a tervek a közeljövőre, de hát mik a tervek a közel meg a távoli jövőre, mi az, ami most esetleg új fejlesztés nálatok? Vagy ezen dolgoztok leginkább, mert azért ezen még van mit? Mi három irányjal foglalkozunk, az egyik a magas valósághűségű medikai szimuláció, ami hallgatóknak segít bizonyos folyamatokat vagy eljárásokat szimulált környezetben elsajátítani, a másik a robotikus rehabilitáció, és a harmadik pedig a képvezérelt vagy robotikus sebészet. Mindegyikben elég sok lehetőség és óriási potenciál van ebben a... Akkor nem engednek el, mert akkor ezt a kis robotikus sebészetet ezt azért még egy picit boncolgassuk már, bár lesz külön egészségügyes adást is tervezünk, de hogy azért egy nagyon picit ezt vezessük már fel. Mutassunk egy-két videót esetleg. Kérlek, de már elég, hogy csak így ilyen tűkről, meg ilyesmikről beszéltek, akkor lefordulok a székről, úgyhogy... Na de hát ebben ugye pont az a jó, hogy ezt neked nem is kell feltétlenül látni. Jó, hát nyilván nem mész orvosnak, hogyha nagyon nem látod a vért, de... De igen, tehát nyilván... Szóval hol tart ez most? Ugye halljuk, hogy távsebészet, hogy már Ausztráliából is lehet műteni... 5G-vel, 4G-vel is. Nem, igen, az, ami nem annyira jó. 5G. Ezt is egy picit felgyorsította egyébként a pandémiás helyzet, de akkor mondjuk három példát fölvázolok gyorsan. Uh-huh. Az egyik a képvezérelt sebészet, ahol már kész megoldások és termékek állnak rendelkezésre. Mondjuk azt képzeljük el, hogy gerincsebészetben a hagyományos mód az, ha ugye a páciens a műtőasztalon kinyitjuk, és akkor ott zajlik a beavatkozás, és azt csinálja a képezérelt sebészet, hogy háromdimenziós röntgen képalkotás után minimál invazívan, kvázi vakon lehet ezeket a beavatkozásokat elvégezni. Bocsánat, de az invazív az azt jelenti, hogy felvágod, hogy bent, és igen, hogy bent történik valami. Igen. És hogy nem kell kinyitni a páciens, hanem pont, hogy nem vakon, hanem sokkal több információ rendelkezésre állásával. Gyakorlatilag képélemekkel lehet navigálni az operatőrt egy ilyen folyamat során, amit úgy kell elképzelni, hogy kettő pici bemenet van mondjuk a gerincvelő mentén, és onnantól semmit nem lát a sebész, hiszen nincs, nem tud átlátni a bőrszöveten, viszont három dimenzióban látja az alkotott képet, amit pici trackerek segítségével lehet navigálni, vagyis élőben tud operációt megvalósítani, úgy, hogy nem kell kinyitni a beteget, ami számos előnye jár. Persze. Plusz ő többlet információ birtokában tud dolgozni. Vagy agysebészeti területen ugyanez a képvezérelt navigáció képes megvalósítani azt, mondjuk egy
sebészeti mikroszkópos navigációs integrációval egybekötve, hogy például, amikor a sebészeti mikroszkópban néz a sebész, vagyis az operatőr, akkor föl lehet neki vetíteni ilyen transzparens léren a háromdimenziós alkotott képet, és meg lehet neki mutatni, hogy milyen szöveteket kell eltávolítania. Mondjuk ezt meg lehet világítani UV-fényen és egy ilyen UV-ra reagáló festékkel még megfesteni, és gyakorlatilag egy ilyen űrhajó kezelő felületet lehet elképzelni, ami már kész megoldás és termék, és annyi többlet információt lehet adni az operatőr kezébe, hogy sokkal hatékonyabban és hatásosabban tudja ezt a munkát elvégezni. Vagy a másik példa elektrofiziológiában, amikor a szívben végzünk katéteres beavatkozásokat, létezik egy olyan robotikus megoldás, ahol a katétert nem kézzel vezetik a betegbe, és nagyon finom, szuper, 10 milliméteres mozdulatokkal navigálják, hanem létrehoznak egy elektromágneses teret a páciens körül, a katéternek a végén is van egy pici mágnes, egy motor befelé tolja a katétert, és ebben a mágneses térben távolról lehet navigálni azt a katétert, és beavatkozásokat végezni vele. A pandémia idején megvalósult ilyen beavatkozás távolról már is. Azóta ez egy validált olyan megoldás, ami rendelkezésre áll. És akkor a harmadik irány pedig a klasszikus laparoszkópos robotikus sebészet, ami most szintén egy ilyen robbanás kellős közepén tart, és nagyon sok megoldás már most rendelkezésre áll, és akkor itt van egy ilyen érdekes példa, hogy elkezdett az előtérbe kerülni, hogy kombinálni a manuális beavatkozással a robotikusat, és kitalálni azt, hogy hogyan lehet a leginkább segíteni, hogyan lehet a leghatékonyabbá tenni egy ilyen beavatkozást, egyébként úgy, hogy folyamatosan cserélünk, és ha ezt meg tudjuk csinálni gyorsan, már meg tudjuk, akkor van ennek igazi létjogosultsága, és pont ott realizálódik az, hogy nem a sebész helyett akar dolgozni a robot, hanem segíteni akar neki nagyon hatékonyan. Így van, és hát ugye ez előrevetíti azt is, amit megint csak az oktatásos részben merült ugye ez föl, a klasszikus példa, hogyha nem jut minden iskolába kémia tanár, akkor nem biztos, hogy kell minden iskolába kémia tanár, mert egy is megoldja egy városban, hogy nyilván ugyanez a sebész szintjén is el tud ez a dolog ide jutni, hogy ami a orvosok egyrészt megbecsülését minden szempontból még följebb tudja, vagy sokkal följebb tudja lökni, hiszen aki van, az viszont sokkal nagyobb megbecsülést élvezhet minden szinten. Másrészt pedig ugye tényleg ez, hogy az egészet annyival is hatékonyabbá teszi, hogy elég adott esetben egy közepes városban mondjuk két jó sebész, mert hogy nem kell neki oda menni, beöltözni, stb., hanem el tud látni egy nagyobb területet is azáltal, hogy adott esetben egy kisebb beavatkozásnál egy rendelőben elég, ha a gép van ott. Neki fizikailag nem kell, vagy nem egy rendelőben, de mondjuk egy kisebb műtétnél. És ha elképzelünk egy ilyen távvezérelt, mondjuk szívkatéteres elektrofiziológiai beavatkozást, én nem hiszem, hogy meg fog történni, de azt gondolom, hogy egyébként megtörténhetne, hogyha ez távvezérléssel történik, akkor, és otthon, ezt most tegyük három zárójelbe, hogy ez nem sokban különbözik egy számítógépes játéktól, ezt akár gyerekek is meg tudnák egyébként csinálni, mert van egy feladat, azt végre kell hajtani, nyilván itt a konzekvencia az kicsit súlyosabb, mint egy számítógépes hát, játékban, de hogy technikailag egyébként a skillek azok nem sokban különböznek, nyilván van egy jelentős tudásanyag, aminek muszáj rendelkezésre állnia, és ez akkor addig működik, amíg nincs komplikáció van, akkor viszont be kell avatkozni. De ez szintén egy ilyen érdekes kérdés, hogy igen. Hát akkor még jó esetben a hosszú éves várólisták is viszonylag hamar ezzel lerövidülhetnek, nem? Meg hát ugye az a másik, hogy akkor az egésznek pont az elosztása is sokkal hatékonyabb tud lenni, hiszen ha Budapesten várólista van, de éppen Nyíregyházen, ne adj Isten, Prágában, vagy nem tudom, Stockholmban nincs, akkor tulajdonképpen egy stockholmi sebész is meg tudja csinálni azt a beavatkozást, ami mondjuk rutinnak számít már. Én azt gondolom, hogy ez fog történni, és egyébként rehabilitációban is. Mi épp azon gondolkodtunk, hogy nincs elég szabad ágy, mondjuk a kiemelt intézményekben, ami egy napi probléma, de ha ezek az exoszkeletonok rendelkeznek otthon használati engedéllyel, és megtanítjuk ezeket a pácienseket, hogy hogyan lehet használni, akkor haza is adhatjuk ezeket az eszközöket velük, és rehabilitálódhat az otthonában jelentős erőforrást felszabadítva, ami ugye állandó probléma. Hát legyen így, uraim, hajrá előre, a filozófiai kérdéseket azokat majd nyilván az emberiség szintén meg fogja fejteni, de hogy a gyakorlatban ennyire előre tartunk, ez egyébként én azt gondolom, hogy fantasztikus. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, meg azt is, hogy kipróbálhattam ezt a berendezést.
Nagyon jó, most már így hozzád nőtt. Jó, marad is. Egyébként ugye nem is annyira kényelmetlen, másfél kilómi rajtad van, és nyilván itt is az egy ilyen design szempont volt, hogy ne érezd azt, hogy ez egy teher, hanem egészen lehet adaptálódni hozzá. Igen, egyébként egyértelműen. Számmal nagyobb pulcsi kell majd maximum, de... így van. De ennyi. Dehogy ennyi, jó. Most azért nem tartom meg, mert most hirtelen egy közepes autó árát így nem tudnám elővenni a zsebemből, de reméljük, hogy... Kitalálunk egy leasing opciót, szerintem ez nem... Jó, de azért amúgy meg szívesen megmutattam én ezt otthon is. Reméljük, hogy hamarosan olyan árban lesz, hogy akár még így is meg lehet majd mutatni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok! Ez volt a Jövő Zenéje.